A Nyíregyházi Beteg Gyermekekért Alapítvány 1990 óta tevékenykedik. Azoknak a súlyos állapotú csecsemőknek és a koraszülötteknek a gyógyítását, mentését végzik, akik harmadik szintű újszülött ellátást igényelnek. Munkájukat speciálisan felszerelt mentőautóval, inkubátorral, lélegeztetőgéppel és megfelelő szakszemélyzettel látják el. Az állami támogatás adományok mellett az adó 1%-os felajánlása nagy segítséget jelent számukra, mivel a szükséges műszerek rendkívül drágák. Valóban nem olcsók. Tehát ha csak például azt említem, hogy az elmúlt hónapokban egy egyszerű centrifugát, ami egy vizelet mintának a vizsgálatához, vagy egy vérminta vizsgálatához szükséges, ennek a bekerülési összege, bruttó összege az 500 000 forint. Tehát ez egy nem egy nagyon nagy műszer, de ez 500 000 forint. Tehát ez kimondani is nagyon sok. De hogyha most azt a projektet említem, most éppen dolgozunk, és valószínűleg tartom, hogy ez április közepe tájára meg is valósul, az egy 11 millió forint értékű műszernek, helyesebben egy műszer tartozékának a beszerzése, ami csecsemőkorú betegeknek gyomor tükrözésére és vékonybél tükrözésére alkalmas. Minden magyar állampolgárnak joga van a személyi jövedelemadója 1%-át regisztrált civil szervezetnek szubjektív döntése alapján felajánlani. Az Állatbarát Alapítvány 28 év alakult Nyíregyházán, évente 600-804 lábút tudnak megmenteni és rehabilitálni. Az 1%-os felajánlás nagyban segíti munkájukat, hiszen több 10 millió forint éves költségvetéssel dolgoznak. Az adó 1%-a gyakorlatilag az egy nagyon jó alap a működésünkhöz, viszont a költségvetésünknek mindössze a felét fedezi. Ez a tavalyi évben 30 millió forint volt, az éves költségvetésünk pedig 60 millió forint. Ezt a 60 millió forintot, illetve a hiányzó 30 millió forintot gyakorlatilag gyűjtésekkel tudjuk összeszedni, rendszeresen jelenünk meg hírekkel, posztokkal, szintén ugye a közösségi oldalon, illetve hát próbáltunk ugye eddig programokat szervezni, különféle jótékonysági dolgokat, akciókat. Ez sajnos ugye a vírus helyzet miatt most nem lehetséges, így azt kell, hogy mondjuk, hogy még inkább rá vagyunk utalva arra, hogy az emberek észrevegyenek minket és kövessék a munkánkat. Az évek óta tartó reklámok ellenére is sokan vannak, akik még nem hallottak az 1%-os felajánlásról, pláne az 1+1% nyújtotta lehetőségekről. A NAV adószakmai szóvivője korábban kiemelte, hogy az adózók fele nem rendelkezik az adója 1+1%-áról. 2018-ban a 32 milliárdos elvi keretből csak 14,5 milliárdot ajánlottak fel valamilyen célra, pedig a sok apró felajánlásból jó ügyeket lehet támogatni. Aki nem rendelkezik az adója 1+1%-áról, a kormányra bízza a döntését.